Orosz Rita, a Karcagi Nagykun Református Általános Iskola 8 már most a Szolnoki Sportcentrum kosarasa. Orosz Rita, a Karcagi Nagykun Református Általános Iskola 8 már most a Szolnoki Sportcentrum kosarasa. Én igazából Szolnokon kosárlabdázom. A Szolnoki Sportcentrum egyik kosárlabdázója vagyok. Tavaly kerültem Szolnokra, ugye Karcagról. És most jelenleg nagyon-nagyon jól alakul a kosárlabda. A kosarazástól nagyobb lett az önbizalma, és a sport mindig az élete része lesz a fiatal sportolónak. Aki a heti öt szónoki edzésből hármat tud igénybe venni, a többit karcogon teljesíti. A csapatnak heti öt edzése van, plusz a meccsek, de én heti három edzésre járok be, a többi kettőt pedig itt karcogan egyéni edzésekkel váltom ki. Én nagyon-nagyon szeretek kosárlabdázni, nagyon-nagyon sok mindent tanultam, ugye a nagyon sok önbizalom lett ezáltal. Én azt érzem, hogy a sport az mindig is a. Életem része lesz és marad is. Öhm, nagyon megszerettem. A tanulás is jól megy a fiatal sportolónak, aki egy meccsen. 20-25 pontot is dob, de irányító szerepet játszik a csapatban, így neki más feladata is van. Eleinte nehéz volt, ugye a hetedik osztályban, mert akkor ö, úgy még, ö, úgy eleinte, ugye így elsőként nehéz volt, ö, de nagyon jól be tudom aztani az időmet, nagyon jól megy mellette a tanulás. Ö, féltem így a 8. tal, hogy milyen lesz, így, ugye tanulással együtt, de nagyon jól megy testvérének a tanulásban is segít, a néptáncot tavaly be kellett a kosárlabda miatt fejeznie, hiszen arra már nem maradt ideje. Hála Istennek, nagyon sokat szoktam vele lenni, minden szabad időmben, ahogy tudok, szoktam neki segíteni tanulásban, bármiben igazából, amit vagy amiben ugye kéne neki segíteni, kosárlabdában is szoktam persze segíteni, de legfőbb ugye a tanulás. Táncot ugye befejeztem tavaly, ugye a kosárlabda miatt, mert az már elég sok időt elvett a szabadidőmből, meg ugye az egész időmből. Atlétika a futóversenyre azért még benevez, de más sportra nem marad az edzések és a meccsek mellett ideje. Szoktam járni ugye atlétika versenyekre, futóversenyekre, azok jöhetnek még szóba, de így kiemelten a kosárlabda. Nyolcadik után szolnokra készül, ha nem sikerül, itt marad a helyi gimnáziumban. De a kosarazást nem hagyja akkor sem, hiszen a sporttól sokkal magabiztosabb lett.